Nyáron nyitja meg kapuit Nyírpazony új 24 férőhelyes bölcsődéje. Az év második felében már ennek az épületnek a működtetését is finanszíroznia kell az önkormányzatnak. Ezt is mérlegre tette a településvezetés akkor, amikor az idei évre tervezett költségvetést tárgyalták. Nyírpazonyban 760 millió forintos főösszegből gazdálkodhatnak 2023-ban, mondta el Dubai László polgármester. Az intézményeknek a működőképessége biztosítva van, a település üzemeltetési feladatokat ebben az évben is el tudjuk látni, sőt, tovább menve vannak jogos lakossági igények kisebb volumenű beruházásokra, ez cirka 1-2 millió forintos nagyságrendet jelent, elsősorban csapadékvíz elvezető árkoknak a felújítására, utak kátyúzására, aszfaltozására, ezeket szintén meg tudjuk valósítani ebből a rendelkezésre álló összegből. Az önkormányzatnak minden évben célja, hogy javítsa a közlekedés feltételeit Nyírpazonyban. Ehhez megnyert pályázatai is vannak a településnek. Többek között egy igen forgalmas, de keskeny belterületi utat fognak hamarosan kiszélesíteni. Az általánosságban jellemző Nyírpazonyra, hogy szűkre szabott utcák vannak és útjaink vannak. Ezért most egy elnyert nagyságrendileg egy 60 milliós pályázaton az Ady Endre utca sarkától a Vasvári Pál utcát a páratlan házszám oldalában 1 méterrel meg fogjuk szélesíteni, és Pazonyaknak az sokat mond, hogy a hídig, tehát a Szabolcs utcai kereszteződésig, és ezzel 5 méterről 6 méterre szélesedik az út. Ez azt jelenti, hogy most már felező vonallal fel is fogjuk festeni, tehát várhatóan biztonságosabb lesz a közlekedés, és bízom benne, hogy nem lesz gyorsabb egyébként. Mert egyenes, érint ez egyenes, a beruházás? Igen, fog érinteni közműveket is. Nem olyan nagy mértékben, de benne van is, ez be van büdzsézve. Alig több mint egy évvel ezelőtt adták át Nyírpazony új sportcsarnokát. Az új létesítmény sok más ilyen típusú épülettel ellentétben a térségben a télen is üzemelt. Itt tartották például a nyíregyházi városi kispályás terembajnokságot is. Dubai László azt mondta, a jelentős bérlő forgalomnak köszönhetően a magas energia árak ellenére is jó döntés volt nyitva tartani a sportcsarnokot. Rengeteg impulzus kaptunk egyébként civil szervezetektől, egyesületektől, mert sportegyesületektől, baráti társaságoktól, hogy alig várják, hogy megnyíljon a sportcsarnok, és tudják használni a létesítményt, és természetesen ők tudomásul veszik, hogy ez megfelelő bérleti díj ellenében működhet, hiszen fenntartási költségei vannak, úgyhogy mi ezt az álláspontot képviseltük folyamatosan. Természetesen ért minket olyan impulzus, hogy nem kellene az önkormányzatnak ezt felvállalnia, hiszen túl nagy falat lesz, és nagyon-nagyon sok pénzt el fog vinni a büdzséből. És ugye ameddig nem voltunk túl egy konkrét üzemeltetési perióduson, különösen pedig egy téli időszakot tekintve, addig mi sem láttuk a sarokszámokat, hogy akkor hogyan is érnek össze a bevételeink és a kiadásaink. Hál' Istennek kihasználtság szempontjából az élet minket igazolt, 8-tól 4-ig használhatják az általános iskolások, és 4 órától szinte este 10-ig és hétvégeken is maximális kapacitással ki volt használva a csarnok a téli időszakban. A polgármester hozzátette, a jövőben még gazdaságosabb lehet a sportcsarnok üzemeltetése, miután az épületet hamarosan napelemekkel látják el.